Sziasztok! Nagy Zsolt vagyok. Ma hoztam nektek egy olyan vegyületet, aminél szeretném azt megmutatni számotokra, hogy a magnéziumból mit érdemes, mennyit, és melyik lesz a legjobb változat, amit fogyaszthatsz. És hogyha végigköveted a videót, akkor meg fogod érteni azt, hogy ami többnek néz ki, az sokszor miért lesz mégis kevesebb. A magnéziumokat vettem ma górcső alá. Itt van egy kis táblázat, ahol zölddel fölül jelöltem a szerves változatokat, és sárgával alul szervetlen változatokat. Ha jól megnézed a táblázatot, tök érdekes lesz, hogy egységnyi, tehát 1000 mg-nyi magnézium vegyületet alapul véve, az elemi magnézium tartalma, amit igazándiból használni fog a szervezeted, az úgy tűnik egyébként, hogy ugye a szervetlen változatokban sokkal-sokkal több. Tehát alapban azt gondolhatnád, hogy azt érdemesebb fogyasztani, hiszen sokkal többhöz fogsz hozzájutni. De miért nincs ez így? Ha megnézzük ezeket a változatokat, ugye a magnézium oxid, az például ugye a magnézium elégetésekor keletkezik, ezt használják ugye a villanófényekben, víz alatti hegesztéseknél iszonyatos nagy hő és nagy fény közepette képes elégni és átalakulni oxidbe. Ugye egy másik változat a karbonát. A karbonát ugye a dolomitokban, tehát a sziklákban megtalálható forma, itt egy vegyület csoport található, kálcium és magnézium karbonát együttese alkotja ezt, és abszolút természetben előforduló változatról, tehát egy természetes változatról beszélünk, de még mindig szervetlen. Ugye hogy fordul elő még a természetbe? Például zöld növényekben, mint amit ezt a képen láttok, minél zöldebb egy növény, annál több klorofil van benne, és a klorofil közepén mindig magnézium van. Ezek a szerves változatok, ezek amik a legjobban fognak hasznosulni. Hogyha a szervetleneket nézzük, akkor hol lehet mégis jelentősége az emésztőrendszerünkben gyakorlatilag? A karbonát teljesen jól használható arra, hogyha valakinek nagyon-nagyon magas a gyomorsav szintje, refluxos, és vissza akar jönni minden gyomorsav, akkor azt le lehet vele kötni, bár ugye itt nem az alap problémát kezeljük ilyenkor sajnos, de szokták erre használni. Illetve, hogyha mondjuk arról van szó, hogy mondjuk valakinek szorulása van, akkor például oxiddal is nagyon-nagyon szépen lehet rajta segíteni, hogy itt az emésztő rendszeren gyorsan végighaladtassuk a benne lévő anyagot, és felgyorsítsuk az áramlásokat. A karbonátot még arra is használják, hogy sportolók az izzadságot megkössék a kezükön, mint ahogy ezen az ábrán is látható, ne csúszson meg a kezük a szeren, vagy éppen a súlyzón. Visszatértünk ugye újra ehhez a kis ábrához. Itt abszolút láthatod azt, tényleg amiről beszéltem az előbb is, föntről lefelé, hogy gyakorlatilag ahogy haladunk a szervesek felé, egy gramba egyre több magnéziumot fogsz találni. Oké. De akkor mégis miért nem ez a jó megoldás számunkra? Hát azért, mert a hasznosulásukat szeretném most megmutatni neked, vagy legalábbis ledemózni, jó? Megpróbálom bemutatni, hogy hogy hasznosul. Vettem egy négyzetnyi 1000 mg-nyi szervetlent, meg egy négyzetnyi szerves magnézium citrátot. Ez a nagy téglalap, vagy négyzet, kékkel jelölve, és utána pedig ugye pirossal fölvittem azt, hogy mennyi képes bejutni a véráramodba belőle az emésztőrendszereden keresztül. Láthatod, hogy a citrátból 60%-nyi fog bejutni, míg a szervetlen változatból a jó esetben olyan 5, maximum 9%-ig tudunk elmenni, de általában 5% körül. Na most, hogyha így nézed, már ugye a piros területek azok nagyon-nagyon pici részt takarnak le. Oké. És akkor most jön be az a része, hogy valójában a vegyületben mekkora mennyiségben található meg az elemi magnézium. Ugye a szervetlen változatnál az 50%-a, tehát abból a piciből, ami fölszívódott, ez a kis zöld kockányi terület lesz az, amit egyébként hasznosítani tud, és bejutott a szervezetedbe. A másikból, a citrát formából, pedig ugye abból a nagy rózsaszínes pirosos területből ugyan kevesebb mennyiségű elemi magnézium van benne, 14% mondjuk, de az ábrán jól látható, hogy pont a háromszorosa. Tehát annak ellenére, hogy ugyan eredetileg kevesebb elemi magnézium volt benne, azt fogod tapasztalni, hogy pont a háromszorosa fog bejutni egyébként a szerveidbe, és fogja megakadályozni az izomgörcsöket, vagy fog segíteni abba, hogyha idegesebb vagy, hogy egy kicsit lecsillapodjál. Ezt számszerűsítettem is, láthatod, hogy az egyik változatnál 25 mg-ról, a másiknál pedig 84 mg-ról beszélhetünk. Tehát ennyit fog tudni használni a tested belőle.
Na látod, tehát ezért van az, hogy ugyan elsőre azt mondhatnánk, hogy ugye sokkal-sokkal nagyobb mennyiségről beszélünk a szervetleneknél, és sokkal kisebbről a szerves esetbe, de aztán, ha hasznosulását megnézzük, és hogy került be a szervezetedbe, akkor arra a következtetésre juthatsz, hogy a szervesből pont háromszor annyit használ a tested. Remélem tudtam segíteni megint egy picikét, és legközelebb is szeretettel várlak egy következő videónál. Sziasztok!